Köszöntjük Önöket ismételten. Jó reggelt, ahogy az előbb az online lapszemlében is hallották, a Mázsa téren óriási dugó van, tehát az ATV-től nem messze. Ennek ellenére szerencsére sikerült beérni a Hegedűs László ügyvédnek, Kozoltán ügyvédjének. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, kívánok! Nem ön helyett fogok elnézést kérni. Nagyon hálásak vagyunk, hogy itt van a stúdióban. Tudom, hogy nagyon köhög, hogyha véletlenül ez így van, akkor ezt nem hogy nézzék el, hanem külön megköszönjük az erőfeszítését. Ügyvéd úr, ez az ügy felkavarta az egész állóvizet, közéletet. Mi itt az ATV-ben ragaszkodtunk hozzá, ki sem mondtuk a neveket, hogy kik a megvádolt emberek. Ugye olimpiai bajnok büszkeségünkről és válogatott büszkeségünkről van szó. Ugyanakkor ez nagyon hamar nyilvánosságra került. Most akkor ezek után, hogy ennyire prompt ügy lett Magyarországon, kérem, avasson be minket ügyfele részéről is, az ügyre rálátással bíró emberként. Megvolt-e a gyanúsítotti kihallgatás? Volt-e gyanúsítotti kihallgatás? A hatóság megkereste például az ön ügyfelét, a másik ügyfelét? Hol tart most az ügy? Hát ott tart most az ügy, hogy nincs ügy. Tájékoztathatom a közvéleményt, hogy sem a védencemet, sem Petőváry urat nem hallgatták ki, sem tanúként, sem gyanúsítottként. Ez nagyon érdekes, mert tulajdonképpen, ahogy már nyilatkoztam, légvárakkal hadakozunk. Hogyha a sajtóban nem jelenik meg az, hogy van egy feljelentés, meg hogy felnőtt film, meg minden csacsiság, akkor mi erről az ügyről nem is tudunk. Most, hogy a sajtóban megjelent az a hír, hogy feljelentés történt, ügyvéd kollega igen részletesen, naturális alapossággal részletezte a feljelentésbe szereplőket és a cselekményt. Ennek következtében tudunk valamit, amíg a sajtó megjelentette a neveket is. Tehát azt kell mondanom, hogy fel vagyok háborodva, hogy két magyar sport ékességével szemben ilyen lejárató alpári hadjárat indult. Azért védekezünk, mert a sajtó ugye nagy hatalom. A sajtóban, hogyha megtámadnak, akkor védekezni kell. Éppen ezért beszéltem meg a védencemmel, hogy ő is nyilatkozik, mert azt mondani, hogy nem, az nagyon könnyű, de részletesen nem, és nem, az meg nagyon nehéz, tehát többször az ártatlanságunkat hangoztatni, az rendkívül furcsa. Az ügyvédi gyakorlat egyébként mit mondat önnel? Az, hogy az elmúlt hetekben ugye mióta kirobbant az ügy, azóta még mindig nem történt semmilyen nyomozati cselekmény, még csak tanúként sem idézték be az érintett sportolókat. Ez már annyi idő, amikor önnek esetleg ez mondathatja azt, hogy hát lehet, hogy itt nem is lesz ügy? Hát szerkesztő asszony jól látja. 40 éve vagyok a pályán, tehát azért nagyjában vannak fogalmaim, hogy egy kiemelt ügyben milyen gyorsan jár el a hatóság. Általában, ami ezt kiemelt ügy, ha ilyen fontos embereket érint, biztos vagyok benne, hogy fokozott ügyészi felügyelettel, egy meghatározott protokoll alapján elindult a nyomozás, ami nagyon egyszerű, kirendelnek igazságügyi szakértőt vagy szakértőket. De ezt se tudjuk, csak egy általános gyakorlat szerint. Na most egy szakértő az én megítélésem szerint előzetes véleményben egy pár nap alatt meg tudja állapítani azt, hogy nagy valószínűséggel igazat mond, vagy nem mond igazat éppen a delikvens. Most hát azt kell mondanom, hogy engem kicsit bizakodással tölt el, hogy több mint 2,5 hét után gyakorlatilag semmi nem történt. Azt is megtörténhet, hogy nem történik semmi, vagyis meg se hallgatják se tanúként, se gyanúsítottként egyik őket. A túloldalról bármiféle információval bír-e, ugye a sajtóban megjelent információk szerint valóban gyorsan léptek a hatóságok, és azt jelezték, hogy a most 13 éves kislányt, akit a vád szerint 11 éves korában zaklattak, ugye, hogy már azon a héten nőgyógyászati vizsgálatra és pszichológiai vizsgálatra viszik, sőt, szakértők hozzátették, hogy van egy olyan tesztsor, ami alapján 3-4 keresztkérdéssel ki lehet deríteni, hogy igazat mond-e, aki beszél, vagy nem. Ezek a vizsgálatok megtörténtek-e? Szerkesztő úr, ön valamit tud, amit én nem tudok. Semmit nem tudok. Tehát azt kell mondanom, nagyon helyesen a nyomozóhatóság nem szivárogtat ki semmit. Ez a dolga. Ez a dolga. Tehát nem csak az áldozatnak, az idézőjeles áldozatnak, hanem az idézőjeles elkövetőnek is a jogait védeni kell a hatóságnak. Meg kell mondanom, azt azért értékelem, hogy semmilyen információ, hivatalos információ nem szolgált ki. Szerencsétlen Pest megyei kapitányság szóvivőjét pedig igen rendesen keresi a sajtó, ezt tudom. Abban egyetért velem, hogy itt valaki egészen biztosan hatalmas áldozat? Ha és amennyiben a gyanú beigazolódna, akkor nyilvánvalóan a kislány. Ha és amennyiben a vád hamis, akkor két embert hurcoltak meg úgy, hogy férfi embert nagyobb vád, mint mondjuk a pedofília nem érhet. Ez így van. Hát én, ha, miután én meg vagyok győződve az ügyfeleink vétlenségéről,
áldozatként nem csak őket tartom, hanem azt a szerencsétlen kislányt, akit ebbe belelovalták. De hozzáteszem, nem tudom, hogy mit mondott, nem tudom, mi van a feljelentésben. Csak vélelmezem. Ha és amennyiben pedig tényleg történt valami, akkor szintén áldozat, tehát ezt tegyük fel, hiszen mi távolról nézzük, és nem említünk ilyetén módon neveket, ha mennyiben valaki zaklatta, igen, ha rábeszélték és hamisan vádolt valaki valakit, igen, és hogyha a sportolókat hamisan vádolták meg, akkor két családapának, illetve férfi embernek tönkre mehet ebbe az életet. Ez teljesen így van. Azért a csatát ugye nem a sajtó előtt vívjuk így meg, a rendelkezésre álló információim minden oldalra kiterjedően, hogy finoman fogalmazzak, azt kell mondani, hogy egy irányba mutatnak, és nem véletlen a nyomozó hatóságnak ez a hallgatása. Az egy irányba mutatnak most azzal arra céloz, hogy ön majdnem biztosra veszi, valószínűsíti, hogy nem állja meg a helyét az a vád, amit a kislány megfogalmazott? Hogy finoman fogalmazzak, és nem akarok valótlanságokat állítani egy ilyen fontos sajtóorgánumnak, mint önök, azt kell mondani, hogy egy ügyvédnek azt kell elhinni, amit a saját ügyfele mond. Tehát az én ügyfelem határozottan tagadja az elkövetést, tehát akkor én is köteles vagyok ezt az álláspontot képviselni. Nem véletlenül fogalmaztam úgy, hogy a rendelkezésemre álló információk egy irányba mutatnak, de most az, hogy igaz vagy nem igaz, azt már egy esetleges hatósági eljárásban lehet megvizsgálni. Hogyha gyors kérdés, előállhat az aforamuci helyzet különben, hogyha mondjuk feltévés nem megengedve, csak ha mondjuk ez a lehetőség lépne életbe, megvizsgálják a kislányt szakértők, kiderül, hogy semmilyen valós alapja esetleg nincsen annak, amit mondott. Ugye hivatalosan az eljárás most ismeretlen tettes ellen folyik, tehát magyarul, ha megszüntetik az egész eljárást, mert nincsen alapja, akkor például önt, mint az egyik érintett ügyvédjét nem is fogják hivatalosan értesíteni? Egyértelmű. Ügyvéd úr, ha és amennyiben az igazolódik be, amit Judit elmondott, nevezetesen, hogy ügyfele vagy a megvádolt sportolók ártatlanok, a nevek viszont nyilvánosságra kerültek, ez egy óriási sajtófelelősség, és én nyilván nem fogok itt senkit se nevesíteni. Mi nem hoztuk nyilvánosságra, és tartózkodtunk is tőle, vártuk az ügynek a fejleményét. Amennyiben kiderül, hogy ez a vád, ez hamis vád, akkor önök viszont perelnek? Hát több irányból természetesen. Egyrészt ennek van büntetőjogi és polgárjogi következménye. Büntetőjogi, ez a nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás, amely miatt nyomozati eljárásnak is van helye. Ez nem csak magánvádas lehet, hiszen az elkövető, az általános elkövetők miatt itt még akár hivatalos nyomozás is lehet, tehát az ügyészség is nyomozhat, vagy még a rendőrség is a nagy nyilvánosságra lehet. Sajtóorgánumokat fognak beperelni, ha is amennyiben hamis a vád? Azt hiszem szerkesztő úr elég jól ismer, én nem szoktam mondani és fenyegetőzni. Aki felelős, azt fogjuk perelni. Az összeg nagyságát mondja el nekem, mert én nem tudom megítélni azt, hogyha engem egy ilyennel megvádolnának, és tudom, hogy én ártatlan vagyok, de az életem hogy megy tönkre, a családom élete, mi a nagyságrendjenek? Százezres, milliós, tízmilliós, százmilliós. Az adatvédelmi biztosnak a nyilatkozatát érdemes elolvasni. Én most olvastam, aki azt mondta, hogy ha valótlan és ilyen valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz egy orgánum, akkor olyan bírságot kell kiszabni, és az amerikai gyakorlatra utalt, ami alkalmas arra, hogy akár az újság jövője, vagy a bármilyen sajtófórum jövője is kétségbe. Kérem, mondjon egy összeget Magyarországon. Ön 50 millió forint körül gondolkodom. Amennyiben úgy történik, hogy hamis a vád, és ez beigazolódik, akkor önök a sajtóorgánumokat, akik megnevezték kérdőjel nélkül erőszakolóként az ön ügyfelét, illetve a másik sportolót, nagyjából 50 millió forintra fogják beperelni, jól értem? Ha az ügyfeleim erre megbízást adnak, akkor, és megvan az a sajtó, aki egyértelműen, igazolhatóan, bizonyíthatóan hozta le először, és perelhető, mert azért van olyan információm, aki először hozta le, az éppen nem perelhető, tehát mindjárt tudjuk, kiről van szó, akkor az ügyfeleim megbízást adnak, a kollégámmal együtt igyekezni fogunk a legmagasabb magyar kártérítést elindítani. Ez ugye az egyik irány, a másik pedig az ügyvédnek a felelőssége, ha kiderül, hogy esetleg a kislánynak az ügyvédje szivárogtatta ki a neveket, gondolom rá fegyelmi eljárás. Bár. Én, mint fegyelmi bíró és az ügyvédi kamara egyik tisztségviselője, nem minősítem a kollégámat. Ugyanakkor azt a bizonyos kollégát, aki egyébként a legelején az információkat adta, onnantól fogva pedig nem jelenik a nyilvánosság előtt meg, nagyon szívesen várnánk, hiszen várnánk a túloldalt, mi is megkérdeznénk tőle, hogy akkor a Tökbek által beprognosztizált és bejelentett vizsgálat megtörtént-e, az ő ügyfele, a kislány családja mit állít,
hogy egészen pontosan hol tart ez az ügy a túloldalról, hiszen mi mindent oldalt megpróbálunk okszerűen és tárgyszerűen megvizsgálni. Objektivitás érdekében várnánk van. Az ügyvéd urat. Ügyvéd úr, várjuk önt itt a stúdióban, ügyvéd úr, önnek pedig köszönjük, hogy itt volt nálunk ma. Köszönöm.